nemzeti csoport, MB2 Magyarország, futzál bajnoksága. Itt Csengeren, ahol a vendég a MEAC, Miskolci Egyetemi fiatal csapat. Október 3 is a bíró. Kövér Tamás és Szabó Ferenc Szilárd voltak azok, akik, és vannak, akik itt vannak, és Bodónál a labda, hátra kerül a labda. Nagyon izgalmas, az egyetemisták mennek, és ott van Szabó. Szabó, Balog Árpi, Pankotai, Bodó, Juhász Norbi, ez ma a kezdőcsapat. Csenger csarnok, hölgyeim és uraim, drága jó emberek! Új székek, új a csarnok, a padló, a tető, az utca, a járda, minden tiszta új, kapásból mellé, de ott van a labda, még elloptuk, nem, még mindig ott a labda, húz meg, Pankota, jaj, de szép, Peti, jaj, nem sikerült Bodónak. Íme megláttuk az első pillanatokban az első hazai agyvérzési cukorbetegséges támadást, amiből nem lett gól a francba. Nem sikerült, hátra kerül a labda. Ott vagyunk, gyerekek, ott vagyunk, nem sikerült, még egyszer ott van, nem sikerült. És jönnek, a csapatkapitány példát akar mutatni kapura, ő kapufa! Vendég kapufa, ma velünk van. Bodó. Falt, micsoda! Mind a két rábát elrúgták, kezet fognak, hogy én voltam az, aki felrúgtad, emlékezz rám, jó? 16-50. Pankotai átemeli már, Pankotai, a kutya úristen itt neki! Micsoda lehetőség, micsoda helyzet! Uéj, de szép volt! Kedves tévénézőink, szurkolóink, Pankotai! Hát Lukács minden esetre megmutatta, hogy itt vagyunk, az ilyen pillanatok megemelik a kapus hangulatát és magabiztonságát. Osvát! Pankotai, ott van, ejj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 j És teltház van a Csengeri csarnokban, Cseng a Csengeri csarnok, őrület van. A puják mindenki ingyen fagylaltot kaptak és rágógumit hármat egyszerre. Óriási hangulat van természetesen a szurkoló csapat. Hát ez, ilyen nincs Magyarországon. Azért jó lenne, ha jövőre a csapat ott játszana feljebb, hogy jöhetnének ide és nézheti az ország. Jaj, de szép lett volna! Ott vannak, kimenek egy-egyre. És mellé! Tud a vendégcsapat is úgy, ahogy mi. Á, de szép volt! De szép volt! Varga Laci volt az. Pankotai. Úszkálnak, repkednek a fiú. Á, de szép volt! Ott van! Ejj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 
a fekete vajba, a fehér cuccba, új cuccba van a... Menjetek háprét, mondja Kövér Tamás. A bírók elegánsak, fegyelem, rend. Ott van, és kipattan a labda. Nagyot védett megint Lukács. És ez pedig egy-egyre megy ki. És Józsi! Józsi! Mit csinálsz, ember? Már megint őrület, Józsi. Megint eltanálják. Atya úristen, elindult a atombomba puska lövés. Ott vagyunk, ez az óriási, óriási, add be, hogy kirúgja. Nem megy a labda, nem megy a labda. A háló be van babonázva, jó játszik a vendégcsapat. Boros Demeter és Kerényi maradnak, és nem megy le ez a csapat. Óriásit védett a kapus megint. Formába hozzuk azt a kaput. Mehet ez majd Kóródra. Jó a kapus. És ez pedig hiba, 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 és mit védett Józsi? Józsi, Kredenc, Németország, állj, de szép, ez meg elmegy. Józsi a Kredenc, Józsi az atombomba, egy egész gyár, ahol munkások dolgoznak, immigránsok, ezt pedig elloptuk a labdát, visszaadjuk a labdát, vigyázz Józsi, lent van a földön, most fogja beadni a labdát, há, kinek, oly az Józsi, 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 és kivédtük a labdát, vigyázzatok, jön a, ez az, gyere Krisztián, nagyon jó.
Krisztián, még mindig nála a labda. Krisztián, ott a labda, és nem! Mindenki csúszkál, jégkorong mérkőzés van ma itt. Hát ez óriási, nagyon jó a játék. Nincs ilyen a válogatottban, az egész világon nem lát ilyen nagyszerű hangulatokat. És a Józsi 10-73-assal. Szabó Ferenc, Szilárd és Kövér Tamás a két szigorú, humorral jó rendelkező bírók, akik jó vezetik. Bírókhoz itt tulajdonképpen nem lett, és van egy csodálatos hölgy Nyíregyházáról, akit úgy hívnak Kis Petra, ő a varázslő, engedi, hogy menjen az idő, most éppen áll, de elindul az idő. Ott van, és a kutya, úristen, itt atya ég! Hát ilyen apám, ott van, lőd, és nem, ez a kapus hologramból van, vagy miből van ez a kapus? Lukács Zsolt, Lukács Józsi mit véd? Ugyanazt csinálj, mint Szabó Józsi, a két Józsi nem engedi, hogy gól legyen a mai mérkőzésen. Gyerekek, hát igen, kérem szépen. Ott van, és felé megy. Őrületes hangulatot. Kerényi Márk megcsinálja azt. Mi lesz itt a második félidőben, ha már most van ennyi őrületes dolog? Kriszt, Gál, kapásból és a kapus! Hát ez nem normális, Lukács Józsi! Parodizálod Szabó Józsit? Hát nektek már senki nem fog gólt lőni? Hát jöjjön már be valaki! Most már csak várjuk a csodát, és Gál Krisztián egyelőre ő az, aki csinálja a csodákat. Óriási cselek! Ott van a labda, még mindig ott a labda, most adják be, és mit véd Józsi? Józsi! Térdvédés, Szabó Józsi, és bejön Pankotai és Balog. Balog Árpi. Igen, azt hiszem, most kell egy kis altatás. Visszahúzódtak, érdekes hangulat lesz most talán, igen. Bodó, és ott van lőtte, gól! Gól! Igen, Balog Árpi pihent egyet, ivott egy pohár buborék nélküli vizet, az edző azt mondja, most menj be, most jött el az ideje, és egy dugra vezet a Csenger! Nem hallani semmi, tiszta őrület van itt, mindenki le van zsibbadva, atya ég! A csarnok hangja, a Csenger csarnok hangja, Pap Attilát hallottuk, hogy emelte a hangulatot. Bodó Pankotai. Tizenegyes nem adnak, de egy szabadrugás kaptunk, már kettő. Mi lesz ebből? Bodó! Gól! Bodó Ricsi! Bodó Ricsi! A tehenek gyereket szülnek, a tehenek mézet engednek ki magukból a farmon, ahol Bodó Ricsi a király, ugyanolyan király, mint itt nálunk. Bodó Ricsi 2-0, 22-44, gyönyörű, és 4 perc maradt hátra, és 2-0-ra vezetünk, és nem mi kaptuk az első két gólt. Kincsem Lovaspark ugyanezt csinálta. Szép tapcselezés volt. Aj, de szép! Peti! A kutya úristen itt! Aj, mi volt ez? Hát ez csak lassítva lehet megnézni, mert hihetetlen. Tehát ilyen nincs. Ez a Lukács Józsi válogatott Józsival együtt. Hát ilyet apám. Idő, 26 másodperc. Illés, mit csinálsz? Illés leesett, ott a labda, nem, még mindig nála.
Illés támad le, vedd el, lobd el, csipélj, tapadj bele, vedd le a cipőjét, nem, most adják jobb oldalra, vigyázz, Kapora fog lőni, nem, hátraadják, Kapora akarna lőni, újra ott van a labda, mit csinál belőle Varga, nem, visszakerül a csapatkapitány, és jaj, Juhász Sanyi! Juhász Sanyi! És vége, vége, micsoda támadással fejezte be a támadást a miskolci csapat, is bejött a Sas király, a tépőtapadós kesztyűben és ruhában játszó Juhász Sándor, akinek megbocsátott Szilágyi Sándor. Vég az első félidőnek, 2-0-ra vezet a Csenger, Balogh Árpi és Bodó Ricsi góljával, és rengeteg kihagyott, izgalmas helyzettel. Hölgyeim és uraim, kedves szurkolóink, tessék, ha minket néznek, saját magukat láthatják, és ezt a nagyszerű szurkoló csapatot, és a Csenger ma, mindenki itt van, otthon kialudtak a gyertyák, csak a tévét nézik, amit nem tud műsort adni. És elkezdődik. Zúg a hangorkán itt a csengeri csarnok. 2-0-ra vezetnek a hazaiak Balogh és Bodó góljával. Úgy fejeződött be az első félidő, hogy Juhász Sanyi bejött, védett egy nagyot, lement, és vége lett a félidőnek. Vajon mi lesz itt a végeredmény? Jaj, lövés mellé kiukasztott a hálót, nem, micsoda bomba lövés láthatunk Balogh Árpitől. Szép támadás volt. Szépen cselezte magát tisztára Demeter, ezt is nagyon szép volt. Gyerünk. Peterson lő egyet, és ott a labda, oly mellé. Szöglet, uraim, a bírosznya, legyen kirúgás. Rakacki. Ott van. És kivédi a védő. Rakacki volt az, aki kivédte. Micsoda gólhelyzet. És jönnek a vendégek, akik talpcsellel mutatkoztak be. Ügyesek. Mészáros középre. És gól. Gól. 2-1-re. Kirúgta. Rakacki, aki bejött. Pankotai. Rigó, kapásból. Aj, de micsoda kapufa! Rigó Márk Attila. Rigó Attila Márk. Mindegy, hány nemed van. Ezt a kapufát beírjuk a YouTube-ba. Gyönyörű. Ho-ho! A csücskit kapta el. Jaj, de szép, ott van, nem! Pankotai! Ninja! Nem vette ki a kardot, nem csinált levegőt, hogy a levegőbe egy oszlop nőjön ki, vagy egy madárnak a szárnya. Atyai! De gyönyörű labdát, jaj, de szép! Figyeld most, Ozsvát! Ott van! Nem, mit védett ez az őrült kapus? Ha megbolondult ez az ember! Nagyon szép, ott vagyunk hárman, gyerekek, gyerünk! Nem, ajjajjajjajjaj! Mit védett ez a kapos? Micsoda támadás volt 11-4-nél? Ez egy rendkívüli tapadó. A bíró kifújta az órát és véletlenül oda csorgott, ezt törülik most fel. De ez már a múlté, ott van még egy kicsit, meg vagyok hűlve. Gyerekek, ez már fel van csiszolva? Utómunka. Gyertek már ide, nézzétek már, a csík alatt ott a parketten. Mi ez, gyerekek? Ja! Valaki alulról kopog a parket. Alulról a parketbe, a szú vakarja, és a bíró a lábán keresztül érzi, hogy a térje viszket. Hátgerincével érezte, hogy valaki alulról kopog vagy marja, ez pedig a szú, friss a parket, szabadrugás, berugás. Kapufa! Hát igen, figyelmeztető, 2 az a címe ennek a támadásnak. A kapufán csattant, volt már ez a negyedik, Osvát.
Pankota Josvát. Oda, ott van! Gól! Gól! Krisztián 3-1! Krisztián! Gál Krisztián! Gál Krisztián 3-1, de gyönyörű volt a kapus. Megsérült talán, vagy megharagudott a gólért, nem tudjuk. Minden esetre. Krisztián, Gál Krisztián 3-1, na ez kellett, itt a libabőr, tessék megnézni. Rigó. Elvettük a labdát, gyerünk gyerekek! Ott van a labda, gyerünk, ott van a labda, lőd be, kapufa, lőd be, nem, gyere hátra, atya úristen, micsoda támadás volt, ketten egy-egyre megy ki a kapussal, egy-egyre, és ott van Józsi, Szabó Józsi, Józsiról külön himnuszt fognak írni, atya úristen, mit védett meg itt ez az ember, de szép támadás volt, és szép támadás lett Józsi, ott van, hárman vannak, vigyázz, egy-egyre megy ki, megint ott van, Bodó, ott a labda, vigyázz, támadás lesz, most rúgja be a Józsi! Józsi a nyolc kezű! Jaj, de szép lett volna, de nem! Demeter elcsípte ezt a labdát, Pankotai oda, Józsi! Vigyázz, Pankotai, nem, Richard jött be, Richard Gér, a sztár, elmegy, ott van a király, add vissza, nem, atya úristen! Bodó már ott lett volna befejezni, de nem jött, Balog Árpi bejött. Jönnek a vendég, támad a miskolci csapat. Boros, a csapatkapitány. És óriásit védett jobb válból, kapásból. Egy olyan karate mozdulattal, mint a rajzfilm figura, Juhász Sándor kapásból vállal kivédte. Bodó Ricsi, és ott vannak a királyok, lőd be azt a kurva labdát, lőd be! Ricsi erősebben kellett volna. Vajj, micsoda lehetőség. Ha erősebben lövi, csak be akarta gurítani, úgy, ahogy a kispályán szokás. Vajj, de kár volt ezért. Pankotai, Bodó. Vajj, de szép lett volna. Micsoda labdát lőtt, 40 méterre, zsinór, biliárdasztal. Demeter, Boros harcol, óriásit védett, Juhász. Hát kérem, Szabó Józsi, Juhász, két igazi őrült kapus, nagyon érzik a lehetőséget. Ez pedig óriási támadás, tessék megfigyelni. Kapufa! Visszaadták a nagy kapufát, amit Bodó rugott. Vagy Rigó rugott. Tessék megnézni, ez a szurkolótábor Magyarország keleti csoportjának a legjobb szurkoló az egész országban, a futzálnak ilyen szurkoló csapata nincs. Nem is lehet, mert Csenger csak egy van a világon. És itt vannak azok a rendkívüli focisták. Középre kerül a labda. Rakacki. Óriásit védett Juhász. Gyerünk Pankotai. Nem jó volt. Ott van a veszély. Micsoda helyzet. Juhász. 11-es. Piros. És ember hátrányba. És 11-es. És 43 másodperc. És Rakacki, aki bemerte lőni a gólt itt a Csengeri csarnokba, és megint Bodó. Bodó beteszi a kontaktlencse linzát, ami milliméterre számolja ki, hogy milyen erő, hova kell lugni. A kapus ott van. És gól! Bodó a király! Bodó a herceg! Lovon viszik haza, szekeren! Bivajok fogják hazahúzni, és otthon a tehenek elénekelik a Csenger himnusz Bodónak. Óriási gól! Bodó! Gól! Bravo! 4-1!
Ott van, nálunk marad a labda. 6 másodperc. Figyelem, a közönséget fogjuk megfigyelni. 3 másodperc, 6 másodperc, nem. Nem. Gardenson, Peterson. Illés, és győzelem. Nem. Igen. Vége a mérkőzésnek. Mikor érezted meg, hogy most már mi már játszunk? Hát az igazság, az első félidőben nagyon nehezen indult ez a mérkőzés. Nem volt meg bennünk az a tűz, ami Debrecennél. Aki debreceni meccset látta, az azt mondta volna, hogy ez a csapat ez egy más. A felénél, ahogy megszereztük az első gólt, ott már kicsit nyugalmat éreztünk, visszaálltunk egy kicsit, és ahogy jöttek a helyzeteink, a lehetőségeink, próbáltuk növelni az előnyünket. Általában itthon mindig gólt kaptatok, felébredtetek és püf-paf. Na most ti rúgtatok 2 gólt, most meg mit kell csinálni? Ilyenkor ez egy új stílus, mit szólsz hozzá, hogy ti lőtetek? Igen, ez engem is meglepett az igazság, mert nem ehhez voltunk hozzászokva az itthonihoz, hanem ahhoz, hogy mi kapunk egy kis hátrányt, és abból vissza kell építsünk, mivel hazai pályán nem szabad veszítenünk egy ilyen szuper közönség előtt. Hogy érzed, milyen a család? Ezek az újoncok gyorsan gyökeret engednek? Remélem, gyökeret fognak engedni, mert hasznos tagjai lehetnének a csapatnak. Nekik még nagyon sokat kell szokni ezt az íramot, ezt a gyors játékot, de már kezdenek beilleszkedni, a csapattal is nagyon helyesen bánnak. Hát kívánok neked sok jó egészséget, jó humort a csapatnak. A humor fontos szerepet játszik a család csapatnál? Így van, már nálunk egy család vagyunk, és közös a sikerünk.